A közel 5000 lelkes Bácsföldvár lakosságának nagyjából a fele magyar. Nagy részük már átadta a honosítási kérelmet. A magyar állampolgárság iránti érdeklődés továbbra sem lankad a faluban. Van egy lányom, meg egy fiam, és a családjával már megcsinálták. És én azt gondoltam, hogy hát én már idős vagyok, hogy nem kell, de igenis, hogy kell. Ha mindenkinek van lehetősége, megpróbáljuk mink is. Eddig összesen több mint 1600-an igényeltek magyar állampolgárságot Bácsföldváron. A keddi fogadónapon több mint 110 kérelmet vettek át a főkonzulátus munkatársai. A kérelmezők a Bácsföldváron kívül Óbecséről, Temerinből, Újvidékről, Kátyról, Szent Tomásról, Turjáról érkeznek. Az érdeklődés igen nagy. Plank Zoltán konzult szerint Vajdaságban 170-180 ezerre tehető az állampolgárságot igénylők száma. Közülük több mint 150 ezeren már meg is szerezték azt. Még mindig a főkonzulátusa naponta olyan 40 kérelmező érkezik, és a hetente egyszer tartott vidéki kihelyezett konzuli fogadónapokon is átlag egy olyan 100-an nyújtják be a kérelmeket. Folyamat, nem győzzük hangsúlyozni, nem áll le. 5 év múlva, 10 év múlva is lehet kérelmezni a magyar állampolgárságot. Magyarország szabadkai főkonzulátusa továbbra is rendszeresen tart kihelyezett fogadónapokat Vajdaság szerte. Bácsföldvárra legközelebb márciusban vagy áprilisban jönnek a konzulátus munkatársai.